A Bonyhádi Percel család nemzedékeinek ágaival, több tucat olyan személyiséggel gazdagította nemzetünket, akiknek tevékenysége elválaszthatatlanul egybefort Tolna és Baranya vármegye 18-20. Századi történetével. A Völgységi Múzeumban a következő héten több programmal is várják az érdeklődőket. Percel hagyomány számos módon megjelenik a városban. Emlékművek, utcanevek, közterek, szobrok, illetve a hagyomány része a Percel túra, a Percel induló, és úgy döntöttünk, hogy erre igyekszünk felhívni a figyelmet. Ugye Bonyhád egyik leghíresebb szülötte Percel Mór, Magyar Szabadságharc honvéd tábornoka, és a Percel család elválaszthatatlan része a város életének, és erre igyekszünk felhívni egy kicsit a figyelmet, amivel készülünk, kézműves foglalkozások, illetve egy forradalmi játék, ahol a 1848-as magyar szabadságharcos katonának lehet beöltözni gyermekek számára. Iskolás csoportokat és egyéni látogatókat is szeretettel fogadunk, illetve a Percel időszaki kiállítása meg nem alkuvó tolnai, az június végéig meghosszabbításra került, és megtekinthető a múzeum épületében. Szóval mindenkit szeretettel várunk, és bíztatok, hogy látogasson meg minket. A Völgységi Múzeumban március 13-ától induló Percel Mór tematikus hét számos programot tartogat, amelyekre általános és középiskolás diákcsoportokat várnak a szervezők. Előjegyzés és jelentkezés szükséges, legalább 2 nappal korábbra érdemes szólni, mert elég sok csoport jelentkezett, és elég sok hely már ki van töltve a programban. Ugye a völgségimúzeum.bonyhadkukac@gmail.com, illetve a 0674451342 telefonszámon, illetve munkaidőben személyesen lehet keresni kollégáinkat. A történész Herman Robert kronológiai előadással készült a tematikus témahét nyitó rendezvényére. Percel Mór nem kell bemutatni itt Bonyhádon nyilván, de nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a 48-49-es szabadságharc hadvezérei közül gyakorlatilag ő az, aki abszolút autodidaktának tekinthető, hiszen ugyan szolgált egy ideig a császári királyi hadseregben hadaprótként, de olyan fajta rendszeres katonai képzést, mint a többi tábornok társa nem kapott. És ehhez képest viszont nagyon szép eredményeket ért el a harcmezőn, tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen megérdemli, hogy emlékezzünk rá. Tegyük hozzá, hogy a politikus tábornokok közé tartozott, tehát azok közé, akiknek a katonai jelöletük nem is volt, vagy nem is volt olyan mértékben, viszont a magyar politikában már addigra megmerítkeztek, tehát ez is elősegítette azt, hogy a megfelelő módon tudja képviselni az általa szolgálni akart ügyet. Alapvetően egy kronológikus áttekintésről van szó, tehát nyilván némi családtörténeti előzménnyel, amit persze a helyben és az előadáson lévők lehet, hogy jobban ismernek, mint én, és hát utána pedig a Percel egyes hadjáratait tekintem át, a 48. októberi ozorai hadjárat, attól aztán a muraközi muramenti hadműveletekig, a móri ütközeten át a 49. januári középtiszai, illetve Dunatisza közi hadműveletekig, majd pedig a délvidéki és szintén az Alföldön 49. júliusában végrehajtott hadműveletekig, és azt, hogy hát ezek mennyire voltak tekintetők eredményesnek, milyen következményekkel jártak, mik voltak az esetleges sikereknek, illetve mik voltak a kudarcoknak az okai. A tematikus témahéttel kapcsolatban a további információ a múzeum valamennyi elérhetőségén keresztül kérhető.